Sórakoznak a kaktuszok a Mözsön élő Lavszkoszky Imre házának folyosóján. Összesen több mint 100 fajta szúrós növénye van, vagy 1000 cseréppel. A legnagyobbak 40-50 évesek. Mert hogy a 91 éves mözsi agrármérnök már a 60-as évek óta foglalkozik velük, miként a bélyeggyűjtéssel is. Azt azonban már kevesen tudják a mezőgazdasági szakemberről, hogy szabad idejében nem csak ezzel foglalkozik szívesen, hanem a meteorológiai adatokkal is. És hogy ez egész pontosan mit is takar, elmondja ő maga. Ebbe folyik bele. Laszlovszky Imre csillogó szemekkel mutatja meg, hogy milyen edényt használ a Mözsön lehullott csapadék mérésére. Tehát abból a edényből könyve beönteni, és ezt körülött akkor minden alkalmat, tehát minden nap körülött volna mérni, hát pont 3-4-7-kor az az előző napit, hogy mennyire. A mezőgazdasági kertészeti szakember azt mondja, mindig is szívügye volt a természet, hiszen ezért gondozna ápolja a különleges kaktuszokat is. Így az időjárás figyelése sem esett érdeklődési körétől távol. Úgy kezdődött, hogy a piacon egy asszonynal beszélgettem, és ő mondta, hogy gyűjt a meteorológiának adatokat, és azok állítólag várnának több helyről is, hogy valaki... még mérne, és akkor írtam nekik, csak egy jó pár hónap múlva ezt csak megjelentek, és mondták, hogy szívesen veszik, hogy ezen a területen is mérnénk nekik hivatalos adatot, és akkor hozták az edényeket, mindent, és ez 1999-ben volt, és akkor azóta rendszeresen szolgáltattam adatokat nekik. Hát annyiból állt, hogy hoztak egy esőmérőt, ami kint van, hogy abból minden nap reggel 3-7 és 7 óra között kellett kiönteni, ha volt előző nap eső, és azt beírni. Akkor még föl kellett írni azt, hogy mikor esett az eső, tehát dátum szerint, óra szerint, hogy reggel 9-től délig, vagy egész nap, vagy valami, és akkor a télen a hó mennyiségét milliméterben le kellett mérni minden nap, hogy hány milliméter volt. Külön még föl kellett írni, hogy mikor volt zivatar, vagy jégeső, vagy ezt mindent kellett írni. Na most ezt egészen 2011-ig csináltam őnek is hivatalosan. Akkor meghalt a feleségem, és akkor lemondtam, mondván, hogy nem tudom, hogy maradok, nem maradok, elmegyek, mi lesz vele. És azóta, tehát 2011 óta már csak saját magam részére illetőleg, hát ha valaki érdeklődik utána, akkor azoknak leadom. A lejegyzett adatokból kirajzolódott, hogy az eltelt évek során egyre szárazabbá vált az időjárás. Legkevesebb esett, az volt 2000-ben 392, 2011-ben 409, 2003-ban meg 479. Úgy érdekel is, mert van egy valami kis kert hátadé, akkor minden látom azt, hogy mikor kellene többet öntözni, vagy kevesebbet, hogy attól függően, hogy mennyi csapadék várható. Most ami még úgy kiírtam, hogy a októbertől márciusig általában kevesebb eső esett mindig, és akkor a 4. hónaptól a 9. hónapig meg a több, de a nagy általánosságban. Ez a, mondhatnám, ezt a 20 év átlagában ezért bevált. Hát az voltak persze akkor is a több volt, de nagy általánosságban ebben az időszakban, tehát a téli korosztavasziban kevesebb, a nyáriban meg mindig több volt. Elkezdtem, és akkor már az ember csinálja, akkor már mindig valamivel bele fog beleked, akkor ugye önkéntelenül is az iránt élik, mindig többet nézelődik utána, hogy mint alakult valahol, vagy máshol is. Kertész egyetemen végeztem, úgyhogy mondjuk valami egy kicsi közel van hozzá, és abból kifolyólag, hát ugye a növények szeretete, úgy a zöldség, mint a virágfélék. Hát gyümölcs nem, mert ilyen kis kertben gyümölcsöt vált, hát egy vagy kettő éppen, ha van, az nem árt. De annak több hely kellene. Laszlovszky Imre tavasztól őszig a kertjét gondozza, ápolja a növényeket. Azt mondja, szereti a szabad idejét tartalmasan eltölteni, imád olvasni, futballmérkőzéseket nézni a televízióban. Az életmódjában a rendszer szemlélet és a mértékletesség dominál.
Hogy tudnám megfogalmazni, mi a hosszú élet titka? Az előbb említette, hogy nem nagyon nézte évit filmeket. Mi a élet titka? A legegyszerűbb a tületemben mindig szívlevegőt.